Jó napot kívánunk, kedves mindannyiótoknak! Kicsi kompániánk az aranygyakutásra, a délután New York, Rio, Tokio helyett. Istenek népének színe java előtt bemutatja Mátyás az igazságos című meséjét, amiből megtudható, hogy miként él Mátyás király alatt, komédiás a fajkán. Továbbá népmesei hőséle teneszánsz uralkodó, igazságos pivoltába is betekintési elhetünk. Kezdődjék hát az első fecském. Gyere! Dolgozzunk meg azért a kevésért is. Jó, már tudom, én is éhes vagyok. Na, siessünk aztán. Hát, ha állt valamit a jóisten, na gyere, vissza a másik sarok. Látod, halad el. Na, így mi? Te, hallod-e? Tudod mi? Énekeljünk, pajtás, hát. Énekkel azért csak vidámabb a munka. Rugat, te tűcsi, a bolha éhes szegény ember szolga, gazdagnak is kifordulna, torka tehén susogója. Na jó, ha látod, már is kész vagyunk a felivel. Na, jelj egy kicsit. Hiába jössz, itt nem látsz. Gyere oda meg. Kerülj oda előre, látsz. Adjon Isten szomszéd! Na, jó van, gyere fecském, dolgozzunk tovább, mi? Kegy már föl, fecske! Gyere már, mi most aludjál már? Kegy már föl! Jó? Látom, kicsi gyengélkedik az ökre. Hát... Aztán ad-e neki rendesen enni? Tudja, egy jól húzó igás ökörnek legalább két véka zabot kell minden nap megennie. Ken mennyit adott neki? Hát az úgy volt, hogy a pont akkor, amikor adni akartam. Ne gondolja, hogy én nekem olyan könnyű. Ez az ökör, amit megöszik. A sok utána járás, a rengeteg véka abrak. Hát tiszta ráfizetés az egész. Jó, magam is csak alig tudok minden másodnak, vagy harmadnak csirkét, vagy ludat önni. No, a mákos kalácsról ne is beszéljek. Egy héten esetleg hatszó mazsolát találok benne. Jaj, hát nyomorult sors ez a miénk szomszéd, tényleg úgy van, ahogy mondja. Na, de gondolja, hogy én olyan rossz ember volnék. Majd átmegyek, hogy segítök ennek. Jaj, nem. Kegy már, főfecske, még azt hiányzik, hogy átjöjjön ez a főfújt hólyog, azt itt te magyarázol. Na, gyere! Erőtesd már meg magad, kicsi fecském, no. Jó van, látod, itt lesz. Á, szomszéd! Nézze már, lát a fecske magától. Nagyon köszönöm a fáradozását, de tényleg mi fáradjon. Nem fáradtság ez, a munka nem esik. Rajta! Így vissza a soron! Hogy van, szomszéd?
majd visszasegíti robotba, ingyen munkába jövő héten tartani. Nagyon szívesen. Jaj, ez hiányzott, mint húk a hátamra. Na, gyere, fecske. Na, jó, akkor marad csak. Pihenjé. Na. Ugye csak gerlicém, itt van a finom abrak, gluténmentes rulettivel. Szecskázott marharépa blansírozva. Ha megszomjaznál, itt a jó kis tokai rozé, ugye így a kincsem. Ötössön, Candy szomszéd! Ja, persze, hát, hogy ne! Jövök már! Na, hozzá rosszabb, ugye, hozzá rosszabb. Na, gyere, pecskét! Húzni kell már fel! Na jó, tudod mit? Várjunk csak egy pillanat. Psszt! Hallod-e? Igen, te! Figyelj már! Mindent mögösöd! Ó, hogy az a mögösöd! Hal is tartottam. Na, jó van. Gyere, pecském, a kutya minden segít. Hát valahogy talpra kő, hogy állja! Hagyjon Isten, jó uram! Na, fogadj Isten! Hát Kennek miért kínozza azt a szerencsétlen párat? Csupa csont és bőrszegény. Hát ez így van. De tudja, jó uram? Nekem 3 kenyeret kell az asztalra tennem. Egyet hitelbe, egyet adósságba. Egyből meg élünk a feleségemmel. Hát ezt meg hogy értse? Na, értse úgy, Ken, hogy egyet adok adósságba a szüleimnek, mert főnevelt. Egyet adok a fiamnak, hogyha majd én is idős leszek, azt majd nem bírok dolgozni, segítsök ki ő is engemet. Egyből meg, ahogy mondtam, élünk a feleségemmel. Tetszik, amit hallok. Tetszik. De szép beszédbű, nem élünk meg. Na, hallgasson ide, adnék én egy jó tanácsot. Adja le ezt a szerencsétlen pára! Adjam már! Jó uram! Kíméljen meg a tanácsaitól, jó van? Jaj, mindenki, aki erre jár, úgy érzi, hogy jó tanácsokat kell ellátni. Na, adja azt, amit az árai kap, mint vegyen kutyákat. Ugyan, menjen át amoda, azt mondja meg a szomszédnak, jó? Na, nézd oda. Egészségedre, gerlicé! Hogy Isten, gazdura? Hogyan Isten? Hát Ken meg miért nem adja kölcsön az ökrét a szomszédnak, még az a kis földjét főszántja? Micsoda? Hogy én? Az én szép gerlicének? Annak a kuldusnak? Úgy. Tudja, Kent, hogy van a mondás? Apar, kurta, neked is jut. Dolgozzon a szomszéd, azt majd neki is lesz egy szép, kövér, ökre. Úgy bizony, lesz hamarabb, mint gondolná. Na, hol a szolgálja? Hát, ha másképp nem mérne, hát akkor égni. Gyere, fecském, megnézzük, mit tehetünk. Mondja, ha nyeked, hát jó lesz. Egy hát. Hú, de be van ezt a lúcs. Na mi van? Tán nem indul. Na, látja, kennem. Ha be kéne bikázni, de kinek van olyan drága műszerre pénze? Na, add be. Nézze, itt van ez is. Aztán az minek? A kútkerék kijebb áll. Na nézzenek már magam. Kentán ért az ökrökhöz is. Tényleg kijebb a... Nézd már, de meg mafacolta magát.
ide hallgass, te szegény ember. Engem? Mondanék én neked valamit. Engem? Hallgass már ide, akarok mondani neked valami fontosat. Hallom, ott laktak a falu végén mind a kette. Hát na, ezt mindenki tudta, de aztán már azok is elköltöztek. Már tudja mikor. Figyelj már rám, hát mondom, hogy fontos, amit mondok. Na, hogy ne? Úgy volt az, hogy vettünk egyet az asszonynak, vagy nekem is, nekem. Kicsi jött az asszonynak, hát úgy, hogy fönn van a pallásom. Na, mire kíváncsi még? Adnék én egy jó tanácsot. Adja el ezt a szerencsétlen párát az árán, meg vegyen kutyákat. Hogy? Szerintem is eső lesz. Ez elbírkózhatok napestig, akkor se lesz semmi. Mit? Akart valamit mondani? Igen. Ide hallgass, te jó ember. Nem más áll előtted, mint Mátyás király. Ugye? Feskedjen egy csak, itt van a felséges király. Na, ne, gyorsan, álljunk szépen, vigyázz ma, aztán figyelmezzé. Na, azt akartam mondani, add el ezt a szegény párát, amit az áráért kapsz, azon mind vegyél kutyákat. A kutyákat hajts fel Budára, a várba, ott a piacon keresd Mátyás juhászt, és a szerencsédet is megtalálod. Na, ég ágyom. Úgy lesz, ahogy mondja felség. Hogy látod ezt, fecske? Hát ha nem csipett meg volna közben az az óriási bögöly, azt hittem álmodom. Na, hát ha felséges királyunk mondja, akkor bizony mögkő válunk. Bármilyen jó barát is voltál. Gyere, komám. Na, hát ha találok neked egy jó gazdát. Gyere, menjünk. Na, tessék szépen! Fekszik, viselkedik! Na, úgy, most már mehetünk szépen, csendben, rendben. Na. Mi volt ez? Na, gyerünk tovább! Ez már! Hát ki szórakozik itten? A 700-adat, na megállj! Elegem van már abból, hogy a szegény embert az ágy is húzza. Na de ennek egyszer s mindenkorra vége van. Majd veszek ilyen róla, hogy ne így lötök. Na gyerünk, kutyákok! Előre! Ja, mi jut eszembe? Ha most emiatt lékésem a híres budavári medvetáncoltatót, hát nagyon mérges leszek. Na, gyerünk! Közelebb! Itt látható a híres budvari medve táncoltató Vasili és az ő medvéje Boris! Kérem szépen, Boris ma bizonyságot ad hétmérföldes tánctudásáról, csak figyeljenek árgus szemekkel! Ja kérem, a produkció kezdetét veszi! Boris,
szépen kérlek, melegítsed be a lábaidat. Nagyon jó! Amint látják, Boris nagyon rugalmas. Most Boris, csináljál kérlek szépen egy grúz spiccet a rendező jobbról balra. Tessék! Jól van! Amint látják, Boris lassan eléri az üzemi hőmérsékletét, amint biztonságban mozog. Na de nehogy azt higgyék, kérem, hogy Boris egy buta medve. Borisnak az esze is olyan éles, mint a beretva. Na kérem, figyeljenek! Te, Boris, adjál már kölcsön 10 kopejkát fizetési. Hey, bozsa, hogy mit mutogatsz itt a nézők előtt? Hát csapok a kezedre, ne illetlenked kéliten. Na, gyerekek is vannak. Na kérem, a következő mutatványunk egy kicsivel veszélyesebb. Szeretnénk kérni egy önként jelentkezőt, akinek a feladata egyelőre, hogy önként jelentkezik. Segítünk, kiválasztja őtet. Kérem csak bátran, bátran. 10 jelentkezőből 8 a saját lábán tér vissza az ülésére. Hát, kezi csokolom! Üdvözlöm a bátor hölgyet! Kérem, forduljon egy szembe a közönséggel, s arassa gyűjtse be a nagy tapsot bátorságáért. Itt van kérem, hajoljon meg bátran! Ötni! Na kérem szépen, biztosítsa, ön minket biztosítson, hogy az elmúlt napon, azaz ma délután nem fogyasztott olcsó csapolt sört, és mérhetetlen mennyiségű gumicukorot. Ez az egy, amire Boris ugrik. Most megszakad... Kérem, ön nem állított valótlant, viszont kollégánk valamelyikből mértéktelenül fogyasztotta, mint látszik. Jól van! Most azt szeretnénk kérni, hogy hozzon magával valahonnan egy kis tárgyat. Aputtól, anyuttól, szomszédtól várják kitől, aztán jöjjön ugyanide vissza, kérem. Ó, nagyon jó, Ada, elhozta a kis házi kedvencet. Nem barátkozzanak össze az állatok, aztán nehogy itt ránk szabadítsák a kis teleki állatvédő ligát. Na kérem. Mi a neve a kutyusnak? Kérem, mondja meg Seminek, hogy jöjjön ide a Maci elé. Nagyon jó. Most megkérem önt, hogy álljon oda. Másik kezével fogja meg Seimi jobb lábát, hogy el ne szaladjon. Ide figyelj te, Seimi kutya. Mostan te leszel a segédje Borisnak. Boris, szépen óvatosan helyezd föl 600 kilódat Seimi hátára. Úgy. Nagyon jó. Ön kérem vigyázza a kutya nyugalmát. Nagyon jó, én megállás, Boris! Hopp. Most egy fejen állás, Boris! Hopp. Nagyon jó! Semmi kutya ugye nem ideges, kérem nyugtasson meg! Nagyon jó! És most, Boris, allé, apukod le! Hoppá! Nagyon jó! Kérem, hajoljon meg a kutyával együtt, egyszer, mint Boris-szal! Arrassa be a teljesen jogos tűni, nem akarod tapsot. Nagyon jó, köszönjük szépen segítségét, amennyiben hozott számlatömböt, ott a fesztivál szervezője, fáradjon a pénztárhoz. Amennyiben nem küljön vissza és élvezze tovább az előadást. Köszönjük szépen! Na, ide figyelj, Boris Gála műsorszámunk következik. Boris bemutatja híres győzelmi táncvatját, aminek lényege, hogy minél kevesebbszer próbál a lábamra taposni a maga kis visszafogott 600 kilójával. Múlt héten csak 21-szer sikerült, hát ha megdöntjük ma ezt. Gyerünk, Boris, táncvat! Jaj! Jaj! Hára!
Jaj! Jaj! Au! Au! Nagyon jó, eddig csak nyolc! Jaj! Kérem! Összességében! 22! Majdnem megdőlt a rekord! Köszönjük szépen figyelmüket! Eddig a híres budavári medve táncoltatót látták? Most mi elmegyünk 10 év szabadságra! Ó, hogy az a... Tudtam, hogy ne késem őt! Tudtam! Na jó van, most már csak ezt a Mátyás izét kéne abba hagy. Előkeríteni. Mátyás juhász! Hey ho! Mátyás juhász! Na most már csak ez hiányzik. Ulle, valami tréfás kedvű. Még tréfát volt. Adjon Isten, jó ember! Csak hogy megjöttél. Épp kutyákra van szükségem. Meg is veszem mindet. Egy zsák arany elég lesz a fizetségül. Felséges királyom. Aztán jegyezd meg jól. Mátyás királynak kedvére való az igaz és becsületes ember. Aztán, ha hazamész, meséld el a faludba, hogy milyen jó ára van Budának, kutyának. Na ég veled! Isten áldja Mátyás királyt! Hallottátok, kutyák? Na most aztán a legrosszabbik napotokon is kóbászt fogtok enni. Jó, nem is tudom, hogy lehet, hogy cserélek vele. Hey, dehogy cserélek! Hogyan Isten szomszéd? Na, fogadj Isten szomszéd! Tán a Candy ez az ököl? Hát képzelje! Így hozta az élet! Na mit szól? Aztán mi van abban a zsákban, szomszéd? Ebben a zsákban nincsen más, csak jó körmöci királyi arany! A kis kézsi! Aztán mondja már, kedves ecsém uram! Hát, hogy tetszett, ennyit nem érdek vagyonra! No, az úgy volt, szomszéd, nem titok ez. Candy segített nekem, én is segítek, ahogy megérdemlik en. Na képzelje, mostanában Budán az a divat, hogy a nagy urat, főleg a király, kutyákat vásárolnak. Eladtam az ökrömet, a fecskét, úgy ezt a kis soványkát. Az árából kutyát vettem, fölhajtottam Budára. Mátyás király pedig jó pénzé megvásárolta mindet. Na, de ha nem maradszik szomszéd, megyek, dolgom van. Az a helyzet, hogy töltött káposzta színűre tessük a szobát. Aztán nem sokára meghittam vendégségbe a budavári medve táncoltató, az a kis gyümmek. Na, én ágya! Én ágya! Én a kis kisi! Ennek a kundusnak sikerült? Hát én eladom a gerliceimet, eladom még a többi ökrömet, a házamat, a földjeimet, s minden kutyát veszek, gazdag leszek, nagyon gazdag, nagyon gazdag! Csak tessék, csak tessék! Csak közelebb, közelebb, megjöttek a jó magyar ház.
tessék, csak tessék! Csak tessék, itt van a jó magyar ed! Magyar uraknak magyar kutyák! Itt van a jó magyar ed, nincs is annál magyarabb! Hey, te aztán hord el magad innen kutyástól, amíg jó dolgod van! No. Hát ezek a kutyák mind Mátyás királyunkat várják. Ő fogja megvenni őket sok aranyét. De akarod innen a piacról a borhás kutyáiddal, mert Dárdahegyre szedlek, Izibe? No, hát én nekem azt mondták, hogy itt ma kutyavásár lesz. De aztán hord el magad, még szépen beszélek. Mátyás királyunk fogja megvenni ezeket a kutyákat. Na, vigyed el a borhás kutyáidat innen. Vigyed el a kutyát, takarodj! Na, csak egyszer volt Budán kutyavásár. Eddig tartott az első mese. Az még hozzá tartozik, hogy elmondjam, hogy mi történt a mesebeli gazdag emberrel, miután Buda várából kiebrudaltatott, és vagyonát elvesztette. Ha érdekel valakit. Na, hát elhatározta, hogy ezután szeretni fogja az embereket és segíteni fog rajtuk. Meg is változott a sorsa. Elhatározta, és látta, hogy valóra váltja gyerekkori álmát. Itáliába kitanulta a színészmesterséget, amúgy komédia dell'arte-ra. Majd hazatérve Magyarországra, kora showbizniszének tortájából magának egy jókora szeretet kanyarintott. No de ez már egy más történet. Folytassuk a Jevi bíró meséjével. Bizonyára ismeritek ezt a mesét, hiszen az olvasókönyvben is benne volt, vagy legalábbis az enyémben még benne volt, meg az apáméban, meg a nagyapáméban is. Bizony azóta se volt a magyaroknak olyan fejedelme, akit a nép úgy volna, mint Mátyás király. De ismerte is az ő népét. Gyakran megfordult közöttük, áruhába, deáknak öltözve. Az arcának elmásításába, meg az ennek-annak beöltözés dolgába olyan ügyes volt a mi Mátyás deákunk, hogy akár közénk is állhatott volna komédiásnak. De akkor ki lett volna a király? Talán te? Vagy te? Vagy én? Hát miért is? Nézzük az átkáztatomat! Milyen jól mutatnék az ezres bambón! Oda hagyjuk! Térjük vissza a mi mesénkhez! Következzék a második rész! De mindig az útba pakolnak mindent mindenki. Hol is tartottam? Ja, tudom, megvan. Éppen azon gondolkodtam, hogy a... Mit tanuljál már, hé? Mi? Én? Jó. Marika! Jóskám,
A belet is elharangozták te! Eredjél kifelé a kúthoz, aztán mosod meg magad! Hogyne legyek már, hogyne, persze! Oda nézd meg! A fakabát! Na, ezt meg pont a rosszabb ötte ide már megint! Na, szép jó napot, adjon Isten, Marcikám! Adjon Isten, Poroszlő uram! Adjon Isten, aztán hozhatom-e Poroszlő uramnak a szokásosat? Úgy, hozza csak, Marcikám, egy jó kis nagy poharat! Abul a pince hideg, finom! Tadarkákú, Marcikám! Marcikád, neked az öreg anyád törgye kalácsa! Jaj, hogy forradalom, bocsikám! Hát én csak azt kérdezem, hogy félre friss kalácsot, Poroszló uram, mert éppen most sült ki! Jaj, nem kérek, tudod, drágaságom, én nem ühetünk kőtésztát, mert szelet csinál, azt egész nap csak itt szelelni! Na tessék! Hopp! Na! Kedvesen már láttam valahol! Egészségire! Egészségire! Aztán kérem még valamit, vitéz uram! Jaj, ne szólíts, hogy te hagyalom valamit! Csak úgy jóska vagyok egyszerűen, ne vitéz urazzá! Hát én neked adtam! Na, ilyen finom bort még Mátyás király se iszik. És nem iszik, szegény. Sajnálom, pedig az ember azt hinné, hogy egy királynak mindenne van. Na mindegy. Mondod, ilyen jó bort még Mátyás királyunk se iszik. Na, tényje, akkor valamit csináljunk. Marci, hozzál azonnal egy üveggel a legjobb borból, írjad a többihez, fölvisszük a királynak, mert szegény szomjazik. Úgy van, ilyen jó bort még a király sem iszik, kivéve a Jeffy bírót. Ja, na jó van, Mancikám, látom, neked helyén van az eszed. Aztán figyelj csak. Hát hogy van az, hogy a faluba senki nem járhat lovon? Kivéve a Jeffy bírót. Jól mondod. Aztán a faluban mindenki kétszeres adót fizetni köteles. Kivéve a Jeffy bírót. Jó van, Mancikám. Jutalmul hozhatsz még egy pohárral. Már is hozom. Na. Ajaj, Jóska. Hogy ne hallalnék már. Jóska, kem tudja-e a Jeffy törvényt? Hogy ne tudná? A Jeffy törvény arra szól, hogy akinek van lova, az ne tartson madarat, vagy micsoda, hogy is akar. Bocsánat, már visszajön. Persze, hogy tudja ő a Jeffy törvény. Persze. Hogy ne tudná, persze, Poroszló uram. Persze, csak hát látja, hogy lerőszegedett ez a tulak. Nincs törődjön vele. Majd a következő itzaborra a házunk vendége. Nézzenek oda. Ilyen jó, hogy jó kedvembe talál. Egészségire, Poroszló uram. Na. Egészségire. Köszönöm. Hova menjek éjszakára, hogy el ne kapjon a résztollú bagó? Ez itt jó lesz. Ehhez kihatok, meg is hálhatok. Poroszló uram, igaza milyen szép napos időn van? Magam is szeretem az ilyen szép napos időt, mert jó fogy a borocska a pince hűzösébe, igaz-e? Még aztán
Hát ilyenkor szoktam beszélgetni a Bangonival kinn a kútkávánál. De hogy az mennyit beszél a semmiről? Hát azt képzelj el, a múltkorjában is azt mondja a gyerek, meg a lány, hogy mit hagyjit, na, szaladok a dolgom, de már? Adjon Isten a házigazdának, s jó kedvet a vendégeknek! Adjon Isten, Deák uram! Mire végzik el meg errefelé? Ha innék valami borocskát, mert megszomjaztam a nagy úton, meg aztán ennék is valamit, mert éhes vagyok, mint a farkas. Jó lesz, egy kis szalonnás hagymás rántotta. Kend a fejembe át, pont ezt kívántam meg. Már is sütöm. Egészségére, Deák uram! Köszönöm. Isten éltesse a poroszló uramat. Na, jó van. Kendet is, de aztán tudja, hol a helye. Egészségére, poroszló uram, hozhatok-e még egyet? Jó van majd, ahogy alakul, Mancikám. Maja, arra jár hozzá, nem akkor nem. Látja, ott is jól nagy eső lehetett a Unesternek. Négy határban nincs ilyen szép szállagú. Aha, kivéve a Gyevi bíró. Egészségére, Deák uram! Ennyi! Eltörött meg, tenni kell a kamrába, szedni egy másikat. Újra, hagyja csak, Mancikám, több is fog veszni mohácsnál. Már is készen a rántotta. Köszönöm szépen. Vigyázzon vele, mert nagyon serceg a szalonna zsírja. Meg ne süsse azt a szépfájocskáját. De jó illata van. Ej, bizony mondom. Ilyen finom rántottát még a Váci püspök sem eszik. Kivéve a Gyevi bíró. Meg aztán ilyen fejedelmi vendéglátást se kapott senki fia borja. Kivéve a Gyevi bíró. Miért kell itt mindenből kivenni a bíró? Hát azért, te madras. Mert bíró urunk mindenkinél előrébb való, és kivételesebb. Na, ezért. Én bizony nem veszem ki a Gyevi bírót se. Jaj, de hogy nem? Ha én mondom, akkor ki kell venni? Hogy ízlik a házunk borra, meg a rántotta? Akkor csomiszoltam ezt a jó hideg bort. Csssss, bírjál vissza. Jaj, de fura falu ez a Gyevi. Vigyel a markoláb. De Deák, vigyázzál a szádra, kivéve a Gyevi bíró! Deák uram, nem visszahatszak felutam meg a bajnagos iskolába! Hogy teli szája nem beszélő! Csendesebben, tűnődve akar kerülni! Paraszna uram, hadd hívjad meg egy itce borra! Isten éltesse a neve napját! Jaj, de jó, kinek van névnapja? Mit is úgy? Kifelé, mit gondolsz, te vagy itt a Gergely naptár? Kifelé, ki! De mit sem is jövő? Anyázbocska rám, te! Képzelje, Mancika, ahogy itt jöttem a falu fő utcáján, akkora ököt láttam inni, hogy annál nagyobb ökör a világon nincsen. Kivéve a Gyevi bírót! Hét szentségedet, te Deák! Elég ebből! Te csúfot űzöl a bíró urunkból! Most üssz velem, aztán mész a törlődzsbe! Ne vigyelni, Deák uram! Nem úgy gondolta én azt! Lehet, hogy én nem úgy gondolta, de én úgy gondolom! Na gyűsz, viszlek! Ne aggódj miattam! Visszajövök, s meghálálom a jóságet! Meghálálod, te majd mindjárt megmutatom mit! Most lódulj! Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? Maradt egy kicsike. De ha én ezt nem értem, hogy mit idegeskedik, mindenki komolyan mondta. Na,
Mi? Ezt én kértem volna, nem emlékszem, na mindegy. Szerette volna rántottát amúgy is. Jó, na, ott. Fogadj Isten. Önnék haza a Kárpátokba. Merre? Ja, hogy kend, aha, átutazóba. Úgy. Hát, figyelj csak. Kárpátok szerintem ott van, a kimegy rögtön balra. Egyenesen, aztán kicsit menike. Azt a Dunán, hol kell lökát? Hát figyelj, ha jól meggondolom, szerintem a hídon. De nem önjön át hamarabb a hídon, csak ha már odaért a hídhoz. Bántottam? Az. Szeretem. Igen, én is. Vihetem? Hát most jó, mit mondja. Vigye. Maga nagyobb útra megy, igen. Na mindegy. Na, mi van, Jóskám? Jött valaki? Hát csak itt volt egy medve, vagy kicsoda. Kicsoda? Az én kocsmám van. Hát mit vagyok, én is csodálkoztam. Nem, tényleg itt volt. Hát nem, Hacsi, nem már. Hát tényleg itt volt a medve. Kiírj az utcára. Mi szélhozott errefelé? Hallod-e, sógor? Hát van itt egy tejfeles szájú diák, aki nem tiszteli a gyepi törvényt. El kéne neki magyarázni. Jó van. Hozzad el Libé. Na, mi lesz már? Nem érök ér a egész nap? Oda. Hát neked tényleg olyan kis tejfeles szád van, na. Aztán jól hallottam. Te nem tiszteled a törvényünk. Hát nem tudod, hogy itt gyevide engemet mindenből kikövönni. Pontosan azért, mert felséges személyem mindennél előrébb való, s fontosabb, na. Tám még a királynál is? Jaj, te! Okos tojás, te! Eszem azt az okos fejedet. Elmondjam én neked, hol a királyod. Ott pöffeszkedik fent a budai várban. Érdekli is őt, hogy mi van velük. Legyen már itt. Én vagyok a király. Úgyhogy ezt jól jegyezd meg. Én mondom ezt a gyevi bíró. Na, ha így állunk, akkor Kendert megvigye el a markoláb. Ezt meg Mátyás Deát mondja. Nézzenek oda! Jó van, diák, te akartad. Poroszló! Vágass 25-öt ennek a szemtelen diáknak az alfelire, hogy megtanulja a törvényt. Most azonnal a főtéren! Gyerünk! Küldj rá, hova kell? Úgy! Na látjátok, legyen ez tanulságul! Így jár az, aki nem tartja be gyeviben a törvényt. Poroszló, teljesíts az ítéletet!
25-öt várunk ennek a szemtelennek az alfelide. Na de mivel mi se vagyunk olyan kegyetlenök, ártatlan leányzók s gyermekek csak úgy nézhetik ezt, hogy eltakarják a szemüket. Na, rajta! Te a 25? Nem. Na, jó van akkor te Deák. Tanulj ebből, s kerüld el messzire falunkat legközelébb. Még ne lássunk itt. Na, jó van sókó. Akarom mondani boroszló, küld haza a népet. Üdjenek, nincs itt semmi látnivaló most már. Jó van, jó van. Ez azért tetszett, ilyenből csinálhatnánk többet is. Úgy van, én is szeretem az ilyen oktató, javító, nevelő munkát. Csak az a baj, hogy mindenki most már nagyjából megtanulta. Nem baj. Gyere, ígyunk erre a nagy munkára. Hogy pörögnek itt az események, nem is. Ó, oh, ott a barátom, akkor inkább a notaira. Semmit se ezen. Hogy nekünk mindig csak ilyenekkel kell foglalkozni. Na, de megyek is, mert aztán én meg kiteregettem. Megyek, összeszedem a mosogató rongyokat. Na. Csináltam már megint. Képzeld, már találkoztam idefele a Bangó néva. Na, hogy az mennyit beszélte? Semmirű. Azt mondja nekem, 4 tepszik tarhonyát készített. Na de hát, egyet se készített, az csak beszél. Na, mondjuk is már meg. Aztán kitettem száradni. Azt nehány ott a macska. Jó, a mancikám, tudom, hogy úgy van, ahogy mondod. Adjon Isten jó napot a házigazdának, és jó kedvet a vendégeknek! Na hát, olyan Isten, már bocsánat a kérdésed. De ha jól látom, akkor Kend a király, igaz? Úgy van, a nevem Hunyadi Mátyás. Na, majd nézzenek oda. Na, hát most tetszik tudni, pont Kendre nem számítottunk, őszinte leszek. És ha én csak, hogy kérdezhetek-e valamit, kérem én itt a alapvalóként. Hagyítsék a fityék felsni! Na, mi van? Nincs kedvük kocintani Mátyás Deákkal? Innék egy jó kis gyevi kadarkát. Mivel Jóskám, tenj itt valaki!
Monsikából sajszat szóval, mit nem van a király uras, a felséges király úr. Micsoda? Persze, elég volt a medve, most meg már maga. Mondom. Ennyi már! Nincs kedvük kocintani. Meddig várjak arra a finom borra? Egy jó nagy icével mindenkinek, mert aztán van egy kis adóságom, amit szeretnék nyamarabb megadni. Felséges király! Már is hozzám! Egészségükre! Isten étesse, Matyás királyt! Egészségükre! De jó lesz! Na! Hát akkor menjünk! Menjünk! Erre van a bír! Szia! Parancsolj, Mancika, menjél csak! Igen, igen! Szia! De ott, ahol nem zavar senki, jó? Bíró uram! Bíró uram! Megint itt van Mátyás Deát! Üljön már, bíró uram! Jöjjön ide, bíró uram! Itt van megint Mátyás Deát! Bíró uram! Megint itt van Mátyás Deát! Üljön már közelé, bíró uram! Megint itt van Mátyás Deát! Itt eljön a Mátyás Deát! Üljön, bíró uram! Bíró uram! Hallják, engyüljék már! No, mi ez a csődület itt? Mit hallok? Visszajött ez a szemtelen Deát. Na álljon elibém, ha mer, azonnal a fejét vetessük. Na megismersz-e, bíró? Felség, kegyelem, ez arra a fejüket, felség. Azt hallotta. Gyevibe más törvények uralkodnak, mint az udvaromban és az országban. A felség az csak egy félreértés, ő a hibás! Nem, ő a hibás, felség! Aztán kente, tudják-e a gyevi törvény? Tudjuk bizony, tudjuk! Akkor hadd halljam! Gyevi derék népét szívébe fogadja a királyi felség! Szívébe a gyevi bíró! Azért, mert nincs közöttük tökkel ötött fejű ember, egy se! Szívébe a gyevi bíró! Elrendelem, hogy gyevibe többé senki porciót ne fizessen! Szívébe a gyevi bíró! Ezüstából aranykanállal legyen! Szívébe a gyevi bíró! Bárki oda mehet lovával, ahova csak akar! Szívébe a gyevi bíró! 10 arany útravalót kapjon a bíró elkobzott vagyonából! Szívébe a gyevi bíró! Na te bíró! Megtanultam-e a gyevi törvényt? Felség, kegyelmezz! Aztán boroszló, neked kedves-e a nyakadon a feje? Felség, határozottan mondhatom, hogy kedves! Akkor verjél a bíró szebbik felére, százok! Hogy lássátok, Mátyás király kamatostól visszafizeti az adósságát. Úgy lesz, ahogy felséget tartsolja. Utána pedig kísérj gyevi határáig. Szemeddel addig követed, míg el nem tűnik. Gyevi népe pedig most velem tart, és lakomázunk Mátyás király kontójára. Hey, jön a király! Nem vizet, ez a nyilámi tengernek. Vizet igyék már a ló, mert az a lónak való. És úr, na mi van? Ugye, ezt a kis félreértést, te nem akarod most itten, mármint, hogy nem akarsz engemet, igaz, ugye? Vaj, sógor, dehogy, én csak jól elvellek, mint a lovat. Eddig tartott a mi mesénk, szolgáljon mindannyiunknak tanulságú, további jó szórakozást és kellemes nyári kóstolatot. Sziasztok!